Nagy szeretettel köszöntöm kedves közönségünket az Árszágra Fesztivál hangversenyén. A 18. Árszágra Fesztivál kezdődött a két végén, mely idén is nagyon sok szép programmal várja a közönség. Akik évek óta járnak vissza a fesztivál eseményeire, bizonyára tudják, hogy a fesztiválon belül külön kis tüzért tartott négy versenyen sorozatnak. Ezek az úgynevezett keresztkoncert. A négy nagy egyház négy templomában, fontos templomában hallott a koncertet ezen a héten. Tegnap a belváros nagy boldogra szó, hogy Fülkében templomban volt az első alkalom, majd itt a Teák téri evangélikus templomban hallhatjuk a muzsikát. Holnap után csütörtökön a Kálvin téri református templomban a negyedik alkalommal meg a pénteken a budapesti Istenszülő oltalban, Görögkatolikus templomban lesz a ma itt a Deák téri evangélikus templomban a Szent Atanász úrstülőkkel. Az együttes 15 éve alakult a nyíregyházi Szent Atanász Görögkatolikus hittudományi főiskola hallgatóiból, és csatlakoztak hozzájuk az országból különböző görögkatolikus templomi együttesek tagjai. Művészeti vezetőjük kezdetektől fogva Úrvó Tamás. A mai alkalommal, ahogy láthatják közel 60 fős a kórus, nagyjából az együttes egyharmada érkezett Nyíregyházáról, egyharmada Budapest, a harmadik harmad pedig az ország különböző pontjaiból érkezett azért ma este ide, az evangélikus templomban, hogy együtt énekeljenek részletet a Györgynek, aranyszájú Szent János liturgiájából. Közreműködik egy Kocsis Fülöp érsekben jobbító. Ebből a liturgiából hallhatunk elsőként a mennyei király kezdető éneket. Mielőtt folytatódna az előadás, kérem hallgassák meg Kondor Péternek, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökének igen köszönöm. Kedves várom Istenünk, nagy szeretettel köszöntöm a zeneken belül gyülekezetet, külön szeretettel a kórus tagokat, természetesen szeretett tisztelt tudott érsek atyát. Örülök, hogy ezen a mai estén ilyen szép számmal vagyunk együtt. Én már hallottam többször a kórus szolgálatát, és mindig nagy csodálattal és Istenünknek hálával hallgattam őket. És ahogy ma itt készülöttek és most megszólalhatott ez a gyönyörű hangunkopós és Istenhez emeli a lelkünket, az jutott eszembe, hogy valóban fény vagytok számunkra, Isten ajándéka, aki megajándékoztok bennünket is, hogy az áhítatban, a zenében, az ének hangjaiban közelebb emelkedhessünk a mi Úrunkhoz. Talán egy-két gondolatot engedjetek meg arról, hogy mi is kell ahhoz, hogy valóban mindnyájan egyfajta fényé legyünk. Tovább tudjuk vinni mindazt, amit kapunk egy-egy ilyen estén, egy-egy áhítatban. Ehhez hadd hívjam segítségül Máté evangéliumának 25. fejezetéből az első néhány verset. Ahol ezt olvassuk, akkor hasonló lesz a mennyországa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadásra. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosok viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsó. Kedves testvérek, kedves zenekedvelők, sokat vitáztak az évszázadok folyamán arról, hogy mi is az az olaj, mi is az a legfontosabb, ami kell ahhoz, hogy azokban a bizonyos lámpásokból soha ne hiányozzék a lény. Mindig meglegyen a fény, mindig utat tudjanak mutatni azok számára, akik közé tennek. Mi az, ami így tartozik a keresztény életéhez? Hát az egyik ilyen olaj, amiből fény lesz, ami a keresztény világosságot táplálja az életünkben, az az imádság. Ha valaki nem ér rendszeres ima életet, kialszik az életéből ez a fény, és azt gondolom, hogy többen így készülünk egy-egy ilyen alkalomra, nem csak a kórus, de sokan hívő ige hallgatók
és hogy imádságban hordoz ezeket az estét. És ez azt jelenti, hogy ha imádkozik az ember, megindít felette az ég. Nem marad áldás nélkül. Nem tudom ezért eléggé hangsúlyozni a komoly imádság szükségességét, mert a hirtelen és gyorsan elborult imádságaink, amiket csak megszokásból mondunk el, hát azokból nem lesz ilyen világos. Legfeljebb egy kis füstölgő karmoz. Olyan tehát az imádság az életünkben, mint az olaj a lámpásban. Enélkül senki nem tudja elérni azt, amit Jézus így mondott, úgy ragyogjanak ki világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyát. Soha ne fogjon el szívetekből az imádság. Soha ne fogjon el a fény az életet. És ugyanilyen olaj testvérek, a Szentírás tanúsága szerint a Biblia is. Mert itt sem elég az, hogy naponként egy pillanatra kezdődve veszünk, gyorsan elolvassuk az aznap a szám adagot, aztán már rohanunk is tovább a dolgainkra, és egy óra múlva nem is nagyon emlékszünk, hogy mit akarhatod mondani nekünk az Úr. Mert fényé, világosságá, csak az az ige szakasz lesz az életünkben, amit Isten szent lelkét kérve próbálok megérteni a magam számára, amin keresztül engedem, hogy Isten figyelmeztessen, megítéljen és vezessen. Ennélkül hiába a Biblia ismeret a fejünkben, mert sok igét tudunk mindjárt fejlődni. Ennél többre van szükség, ettől még nem lesz olajjá, tápláléka. És még valamit. Jézus egyszer azt mondta, az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki elküldött. Mert az Isten akaratának a cselekvése, az emberek között való szolgálat, Jézus számára olyan volt, mint a test számára a tárgya. És valóban így van, az Isten akaratának a cselekvése, az emberek között nézett minden jó szolgálat. Erősíti, táplálja a keresztény életét. A kérdés tehát az, hogy mi hasznát veszi a körülöttünk élő világ annak, hogy mi itt vagyunk, hogy együtt fohászolunk, hogy az ének hangjai által is Istenhez emeljük szívünket, lelkünket. Mi használt veszik a körülöttünk élő, végzünk-e valami speciális szolgálatot, a család, barátok körében, ismerős és ismeretlen emberek javára, mert ez is oda, mert mi nem csak a szeretetből fakadó szolgálatért vagyunk keresztények, hanem az ilyen szolgálatból mindig újra erőt merítve lehetünk igazán keresztények. És kedves kórustagokat, forduljak egy pillanatra külön hozzátok, kedves szolgálattévők. Ti érzitek és tudjátok igazán, hogy mennyi gyakorlás, mennyi áldozat, odaszállás, figyelem és idő van egy-egy koncertre való felkészülésben. És közben azt is ki tudjátok legjobban, hogy mennyi áldást kaptok mégis által. És közben áldássá lesztek mindjárt számára, akik hallgatunk benneteket, akiknek a szívét, lelkét átmeredik. Legyetek áldottak érte. Mai alkalmunk is erősítsen bennünket abban a bizonyosságban, hogy az imádság, a Biblia, a szolgálat, ezek teszik világítóvá azt a bizonyos látást. Ennek a világosságnak a fényénél már látszik valami a visszatérő Krisztus ragyogásától. És tudjátok, hogy minden egyes igazán elmélyű imádság, ami ma is sóhajként felszáll ebből a templomból, és minden komolyan tett szolgálat, és minden élővé vált ige, mint egy nagy fényjel itt a budapesti éjszakában, amelyikről Jézus látja, hogy hol vannak az övéi, úgy van jelen. És együtt a olyan világosság, amely hiszem, hogy bennünket is ébren tart, a szolgálatra készség állat. Legyen ez a mai este, az zene felemelő hangja ilyen fényjel, jeladás arról, hogy akaratát szüntelenül kereső szívvel követjük, megváltunk. Kedves egybegyűltek,
A köszöntő szavak után én már nem szeretnék hosszan beszélni, nem ezért vagyok itt, hanem két szót mégis szólnék arról, hogy mit fognak hallani. És ezek az énekek, amiket mi eléneklünk ma este, ez hogyan kapcsolódik a görögkatolikussághoz. Elsősorban olyan énekeket hallanak, amelyek magyar görögkatolikus szerzők feldolgozásai, és valóban az est gerince Aranyszájú Szent János liturgiája, tehát a mi misénknek, a Szent Misénknek a tételeiből áll. Elsőként, amivel beköszöntünk, ez a mennyei király, beköszöntöttünk ma este ezt az egyházzenei áhítatot, mennyei király vigasztaló, ezzel hívjuk a Szent Lelket a liturgia előtt, az istentisztelet előtt. Most következik az első antifona, egy zsoltár, áldjad én lelkem az Urat, 102-es zsoltárból lesznek versek, és antifona után, a zsoltárok után pedig következik a hegyi beszédnek a feldolgozása, ami nekünk a liturgiánkban, a szertartásunkban gyakran a harmadik antifona előírás szerint. A boldogságok, így is szokták hívni, így ismerik, akik az evangéliumot ismerik. Végül ezt a részt egy ősi bizánci dallammal fogjuk lezárni, Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan irgalmaz nekünk. Ez a régi akklamáció, egy régi felkiáltás, egy régi bizánci dallamon. Annyit még elmondok, hogy a mennyei király feldolgozója, Kökényesi Zoltán, aki egyébként a kórusban itt velünk énekel, a most következő zsoltár feldolgozásnak és a boldogságok feldolgozója pedig édesapám, Bugnó László, aki valaha ugye görögkatolikus lelkész, görögkatolikus áldozó pap volt. A harmadikat pedig említettem, az egy ősi bizánci dal. Yeah.
Köszönjük szépen! Úgy gondoltuk, hogy Aranyszentjén Szent János liturgiának a részletei után, hogyha tetszett, akkor, de közben semmiképpen nem szeretnénk, hogyha hangosan kifejeznék a
a tetszésnyilvánítást, és ezt anélkül, hogy mondtam volna, már így is történt. Úgyhogy ez külön. Külön köszönöm a kedves közönségnek. Most, ami következik, az az úgynevezett kerub ének, vagy kerub himnusz. Hogyha egy kicsit párhuzamot szeretnék vonni a nyugati szertartással, a római szertartással, akkor ez a felajánlás éneknek megfelelő énekünk. A aranyszájú ének, aranyszájú Szent János liturgiájából való ének. Ez szintén egy nagyon szép magyar görögkatolikus dallamon, amikor erről beszélek, hogy magyar görögkatolikus dallam, akkor elsősorban Kárpátaljára gondoljunk. Ott a bölcső, onnan valók a dallamaink, ugye ószláv nyelvben énekeltünk is az előbb, és ez nagyon fontos nekünk, hogy ez a hihetetlen szép hagyomány, ez került aztán körülbelül 200 évvel ezelőtt magyar nyelvre való átültetésre, és mi ezeket a dallamokat becsesen őrizzük, és nagyon szeretjük. Következik tehát egy olyan kerub ének dallam, ami szintén egy ünnepi kerub himnusz, és ez szintén kollégám és barátom Kökényesi Zoltán feldolgozásában fogják hallani. Utána következik két olyan mű Boksai Jánostól, aki huszti parókus volt, Kárpátalja, 1874-ben született, és 1940-ig élt. Egyébként, aki már volt a Rózsák terén, és a görögkatolikus templomot tudja, hogy melyik, nem a nagy, hanem a kicsi, az tudja, az talán azt is megtudhatja, hogy Boksai János ott is szolgált, mint áldozó pap. Ő ugyanis nem csak zeneszerző volt, sőt elsősorban nem zeneszerző volt, de hihetetlen sokat köszönhetünk neki, mind a mai napig őt tartjuk a magyar görögkatolikus zene történet legfontosabb mesterének. Tehát tőle következik a Szent Szent Szent, ami egyébként szövegében is és a helyében is megegyezik a Sanctussal, a római katolikus liturgiából, és utána pedig következik az átváltoztatás, vagy átlényegülés utáni ének, hálaadó ének, téged éneklünk, téged áldunk, néked hálát adunk, Urunk, és imádunk téged, Istenünk, ez a szövege, de remélem, minthogy magyarul énekeljük, érteni is fogják. Úgyhogy igazából most akkor kerubének, szent-szent-szent, téged éneklünk, és közte Fülöp érsek atya úgynevezett papi fennhangokat is fog énekelni. Thank you.
emlékezzék meg az Úristen az országába, most is mindenkori öröktön
Énekeltünk ma már elég ősi énekeket, a most következő is az lesz, mégpedig egy nagyon szép régi, hát úgy szokták mondani, hogy a ősi orosz egyszólamúság, az úgynevezett Znameni Raspevnek a korából való, ez a 10-től 13. századig tartott, és egy, a Gregoriánhoz hasonlóan egy csodálatos dallamvilág van jelen ebben a korban, és hagyományozódott át ránk is. Természetesen nem abban a formában, ahogy az változatlanul a 10-12. Században volt, de nagyon sok fordulatot, nagyon sok hangzatot, nagyon sok olyan momentum megmaradt ebből a régi stílusból, amit mi is használunk nap mint nap, természetesen már egy következő kornak a ruhájában. Ez viszont a régi ruha, tehát van egy nagyon-nagyon szép istenszülői ének, tehát egy Mária, ugye az Aranyszájú Szent János liturgiájában egy pont van, ami az istenszülőhöz szól, és ennek a szövege általában az, hogy valóban méltó dicsérni téged, ezt most nem fogjuk elénekelni, hanem helyette fogunk egy olyan éneket elénekelni, ami ehelyett tud megjelenni, illetve előírás szerint az anya nem maradhat szűznek. Ez a szövege az ősi bizánci himnusznak. És utána pedig a már előbb említett Boksai Jánostól következik még egy ének, egy hálaadó ének, teljenek be ajkaink dicséretedben.
Kis Krisztina volt a feldolgozója a feltámadt Krisztus énekünknek, ami ugye a húsvéti időszakunknak a legfontosabb tropárja, ünnepi éneke. A befejező részhez érkeztünk a mai hang áhítatunkon, és a befejező részt egy olyan szerzővel kezdjük, aki nem magyar. Ugye ilyen még nem volt, mármint az ősi daraboktól eltekintve. Szergej Ryabcsenkónak hívják ezt a kiváló atyát és zeneszerzőt, pap zeneszerzőt. Az őtőle pedig egy áldozási éneket, egy kinonikont fogunk énekelni, Krisztus testét vegyétek, ez lesz a címe. Ezután következik megint csak egy nagyon ősi dallam, illetve a dallamot nem is tudjuk, hogy milyen ősi, a szövege az nem annyira ősi, mert a 19. században egy görög püspöknek, Szent Nektáriosznak a szövege, Agniparthene, vagy Ó tiszta szűz, tehát egy nagyon szép, valószínű középkori dallammotívumra fölépült himnusz ez, a Nektáriosz püspöknek az éneke, ezt hallják majd görögül és magyarul. És végül pedig ismét édesapámnak, Bugnó Lászlónak következik egy olyan műve, ami a Most bocsátod el Uram, vagy Most bocsásd el Uram, attól függ, hogy mi a fordítás. Ez pedig Simeon prófétának az éneke, amint ugye a gyermek Jézust a karjában tarthatta, és ez az imádság egyébként nagyon gyakori, mind a keleti, mind a nyugati egyházban benne van. A keleti egyházban a vecsernyénkben állandó rész, a Most bocsátod el, Uram, a nyugati egyházban pedig az esti imának, a kompletóriumnak a fontos része. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, nagyon nagy örömmel jöhettünk ide, ebbe a templomba, hiszen én sokat voltam már itt, különböző olyan alkalmakkor, amikor a padsorba ülök és hallgatom a csodálatos passiót vagy más kantátát.
és köszönjük az Arszakra Fesztiválnak, hogy eljöhettünk, és a keresztkoncertek mai estjét itt adhattuk. Örültünk, hogy itt lehetünk. Kívánunk további szép Arszakrás hetet, hiszen még sok minden van előttünk, önök előtt is, és várjuk szeretettel önöket liturgiákon, istentiszteleten és a Szent Atanász kórusnak a fellépésein. Végegyszer tehát egy Krisztus testét vegyétek áldozásének, utána a Szent Nektáriusz püspöknek a görög és magyar nyelvű himnusza, végül pedig a Most bocsátod el, Uram, szolgádat. Köszönjük a figyelmet!